Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, dr. Szabó Szabolcsnak, az ellenzéki összefogás közös országgyűlési képviselőjelöltjének jelölőgyűlésén. Nagy utat tettünk meg az elmúlt két és fél évben, közösen, mindannyian. Ugye ezt folyamatosan tapasztaltuk, hogy az Orbán-Simicska rezsim minden egyes társadalmi rétegbe belerúg, szépen elosztva a patika mérlegen kimérve. Olyan új adórendszert vezettek be, amivel a szegények többet fizetnek, a gazdagok meg kevesebbet, de még ezen is túltettek, mert ugye a saját haverjaiknak osztogatták ki a hivatalokat, a földeket, a trafikokat, és hát most éppen legutóbbi hír, hogy 3000 milliárd forint hitelt veszünk fel a paksi 2-es erőműnek a megépítésére. Sok probléma van ebbe az országban, amit azt gondolom, hogy mindannyian érzünk a saját bőrünkön. Érzem a munkahelyemen, mert a felsőoktatás hihetetlen mély válságban van. Erről nem nagyon szoktak beszélni, mert minden egyetemi vezető fél attól, hogy kimondja a nyilvánvalót, hogy összeomlás szélén van a rendszer, de sajnos be kell látnunk, hogy ez így néz ki. És hát természetesen, hogyha bemegyünk a boltba, akkor meg mindannyian azt tapasztaljuk, hogy egyébként meg minden drágább. És én nagyon örülök annak, hogy eljutottunk odáig 2014. januárjában, hogy összeállt egy olyan erő az ellenzéki oldalon, amelyik képes lesz leváltani ezt az Orbán kormányt. A Szolidaritás, a Haza és Haladás Alapítvány, illetve a Milla létrehozta az Együttet, szövetséget kötöttünk a PM-mel, megállapodtunk az MSZP-vel, és utána ugye idén januárban pedig kibővült ez az ellenzéki összefogás a liberálisokkal, DK-val, kívülről támogat minket a MOMA. Tehát azt gondolom, hogy minden érdemi ellenzéki erő, aki szervezettel, struktúrával rendelkezik, aki el tud jutni az emberekhez, akiknek van mondani valójuk, és van értelmes programuk, az összeállt. Ennek az útnak még nem értünk a végére. Egyrészt egy nagyon kemény kampány áll előttünk, egészen április 6-áig. Ugye minden emberhez el kell majd jutnunk. Nem a miénk a média, nem is nagyon közölnek rólunk pozitív híreket. Most is ugyanaz a helyzet, mint két és fél évvel ezelőtt. Nem elég csak otthon dohogni, hanem meg kell ezt beszélni, és utána az embereket el kell vinni szavazni. Rá kell venni őket, hogy legalább a 65%-a az embereknek menjen el szavazni. Ha ezt megtesszük, akkor meg fogjuk nyerni a választást. És még akkor sem értünk el egyébként ennek a hosszú útnak a végére. Mert utána, április 7-től kormányozni kell. Tudnunk kell egy jó programot végrehajtani. Én azt gondolom, hogy van olyan program az ellenzéki oldalon, amely erre alkalmas. Volt egy nagyon hosszadalmas programegyeztetési fázis az utóbbi nagyjából egy évben. Több szakaszokon keresztül tartott ez. Az utóbbi egy-két hónapban a szakpolitikai egyeztetések is megtörténtek. Tehát egyértelműen azt lehet mondani, hogy van program. Bárki bármit mond, nem kell neki elhinni, amikor csak azzal jönnek, hogy abból élünk, hogy az Orbán gyalázzuk. Ez nem igaz. És április 7-e után ezt a programot nekünk tudni kell megvalósítani, és azt gondolom, hogy meg is fogjuk tudni valósítani. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Mindenkinek kitartást kívánok a következő másfél hónaphoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Jó estét kívánok, elnézést, hogyha időnként elmegy a hangom, meg körögni fogok, de elmeséljek egy történetet. Hát én amellett, hogy van egy kocsim, viszonylag ritkán közlekedem gépkocsival a fővárosban, általában tömegközlekedek és metróval járok. Viszont hát ugye az elmúlt másfél-két évben úgy szoktam figyelni az emberek arcát, és hát nyilván fölismernek a tömegközlekedési járműveken, és hát hol bátrabban, hol bátortalanabbul néznek rá az emberek, úgy időnként megszólítanak, oda jönnek hozzám. De azért az elmúlt időszakban leginkább azt láttam, hogy ilyen titkon kacsintottak, vagy integettek nekem, de nem nagyon jöttek oda hozzám. Ma ehhez képest, hogy beindult a kampány hadjárat, hát tulajdonképpen fölélt egy kitelepüléssel a mai utazásom a metró, mert sorba szólítgattak le az emberek, és mondták, hogy na akkor most már finishbe értünk, és legyőzzük Orbán Viktorékat. Úgyhogy nekem nagyon jól esett, mert egy picit az én hitemet is erősítették, miközben az én hitem erős, de hát az már jó, hogyha az emberek hite is kezd erősödni abban, hogy itt valóban legyőzhető ez a hatalom. Miközben azt látjuk, hogy hát eléggé lejtős pályán vagyunk, ahol nekünk emelkedőnk kell mennünk, meg be akarnak gurulni itt a parlamentbe. De hát kaptunk sajnos ennél rosszabb dolgokról is híreket, tehát megnézzük, hogy jogilag tudunk-e lépni. De több körzetből jelezték, hogy
fideszes szimpatizánsok, vagy éppen fideszes képviselőjelöltek becsöngettek hozzájuk, és miután nem voltak hajlandóak leadni az ajánlószelvényt, ezután egy másik listára került fel a nevük, úgyhogy úgy tűnik, hogy Kubatovék gyűjtik, vagy erősítik a saját listájukat. És hát olyan híreket is kaptunk, hogy maga a képviselőjelölt ment ki olyan önkormányzati bérlésű lakásokba, ahol gyakorlatilag az önkormányzattól függ, hogy megmarad-e a bérlemény, vagy nem marad meg. És hát teljesen ledöbbenve tapasztalta a polgármester, hogy hát közölték vele, hogy nem adjuk oda az ajánlást. Kérdés, hogy egyébként megmarad-e a bérleti szerződés az embereknek. De hogy tulajdonképpen elindult egy ilyen megfélemlítő hadjárat, amit eddig is folytattak. Nem kell félni tőlük, ők vannak kevesebben, és most április 6-án be is tudjuk bizonyítani, hogy attól, hogy ők uralkodnak felettünk, és próbálnak megfélemlíteni bennünket. Nyugathoz akarunk tartozni, illetve ahhoz az Európához, aminek itt Európa közepén élünk és vagyunk, és szeretnénk a nyugati demokráciákhoz tartozni, vagy hátat akarunk fordítani és visszamenni keletre. Erről fog szólni az április 6-ai választás. Amíg korábban valaki lopott, akkor legalább valamennyien szégyelte magát, meg titokban próbált ezt folytatni. A fideszesek most a kétharmadukkal nem csináltak mást, mint hogy törvényesítették a lopást. Ez csak azt jelenti, hogy folyamatosan romlik a színvonal, munkahelyek szűnnek meg, hiszen a gyárakat, gépeket, egyebeket nem újítják fel kellő mértékben. Nincsenek új beruházások, nincsenek új munkahelyteremtések, amiket ilyen nagy csindadrattával átvágtak nagy ünnepségek kellős közepette, azokat mind az előző kormány alatt kezdték el azokat a beruházásokat. Az pedig, hogy valakiből közmunkást csinálnak, hát az semmit nem termel. Az ugyanúgy viszi az adófizetők pénzét, valóban vissza akarunk állítani egy szolidáris államot, ahol odafigyelünk a rászorulókra, és hát a programunk egyik alaptézise, hogy gyermek Magyarországon nem éhezhet. Ma több mint 400 ezer gyerek éhezik Magyarországon, Európa közepén, a 21. században. Bármennyire üres lesz a kassa, ezt azonnal meg kell oldanunk. Ez tarthatatlan. És hát nyilván itt gondoskodni kell az idősekről is, mert ha valaki nem gondoskodik az idősebbeiről, akkor nincs jövője sem. És ezt meg kell érteni a fiataloknak is. 2010-ben rendszerváltás volt. Igen. Elkezdtek egy maffia államot építeni. Csak senki nem ezt akarta, és nem erre kaptak felhatalmazást. El kell menni szavazni április 6-án, és ahogy Szabolcs is mondta, a győzelem kulcsa az, ha 60% fölött lesz a részvételi arány, akkor nyerhető ez a választás. A Fidesz arra játszik, és az elmúlt időszakban és minden propagandájával arra játszik, hogy minél kevesebben menjenek el szavazni. Ha alacsony lesz a részvételi arány, nagy a passzivitás, akkor van esélyük, hogy megőrizik a hatalmukat. Ha az emberek megértik, hogy nem másoktól kell várni, meg nem az Európai Uniótól, meg akárkitől, hogy nekik jobbra forduljon a sorsuk, hanem ők is tesznek érte, és önök is, akik itt vannak, az elkövetkezendő 50 napban, 49 napban próbálják aktivizálni a saját környezetüket, a saját ismerőseiket, és azt mondani, hogy igenis el kell menni szavazni, de ahhoz, hogy változtatni tudjunk az ország menetén, és ne az folytatódjon tovább, amit Orbán Viktorok csinálnak, ahhoz meg kell őket állítani először is. Az, hogy a nyugdíj az most már nem járulékként van befizetve, hanem adóként, meg a társadalombiztosítás is adóként van befizetve, és nem járulékként, ezáltal az államnak semmiféle kötelezettsége nincs az állampolgáraival szemben. Ez azt jelenti, hogy akár megvonhatja az ingyenes egészségügyi ellátást, és megvonhatja a nyugdíjat is. Ha nem lesznek fiatalok, akik itt dolgozzanak és termeljenek, akkor az időseknek sem lesz nyugdíja és nem lesz biztonsága, mert nem lesz miből. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy próbálják meg meggyőzni az embereket arról, hogy ha valaki Orbán Viktorikat le akarja váltani, és hát gondolom itt a teremben azért nem valószínű, hogy szélsőjobboldali szimpatizánsok lennének, mert akkor már valószínűleg tojással dobálnának engem. Úgyhogy ha valakik le akarják valóban Orbán Viktorikat váltani, akkor az ellenzék összefogásra kell szavazniuk, mert minden más pártra leadott szavazat és minden más jelöltre leadott szavazat, az valószínűleg vesztes szavazat. Most nem az az idő van itt, amikor a demokráciát kell szélesíteni, és abba kell gondolkodni, hogy jaj, de hát olyan szimpatikusok azok az LMP-s fiatalok, meg mondhatnék még egy-két pártot, nincsenek üde színfoltok. Egyfordulós választás van,
nem lehet üde színfoltokat bejuttatni a parlamentbe, az üde színfoltok gyengítik annak az esélyt, hogy Orbán Viktorékat leváltsuk. Sajnos kétpólusúvá tették a választást, ezt tudomásul kell venni, és minden más pártra és minden más jelöltre leadott szavazat vesztes szavazat. Ezt kérem, hogy ezt próbálják megértetni az emberekkel. Egy biztos, ha megnyerjük a választást, vissza fogjuk állítani az alkotmányosságot Magyarországon, és mi arra készülünk, hogy vissza fogjuk állítani azt a rendszert Magyarországon, azt a demokratikus rendszert, amiben újra lehet majd tisztességesen szavazni pártokra, vissza fogjuk állítani a kétfordulós választási rendszert, és akkor lehet majd válogatni a demokratikus pártok között. Most nem ez az idő van itt. Meg fogjuk nyerni ezt a választást. Úgyhogy én április 6-án este szocialistákkal, DK-sokkal, liberálisokkal együtt akarok ünnepelni, úgy éjfél környékén. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattam.